A szezon első kánikulai hétvégéjén vagyunk tehát túl, ami egyben a vakáció első hétvégéje is volt. Ahogy ilyenkor rendszeres sokan tartanak a Balatonról a főváros irányába, motoros riporterünk Szejcz Dániel most is ott van az autósok között az M1, M7-es közös bevezetőjén. Hát az idő nem túl alkalmas a motorozáshoz, de hogyan lehet haladni, Dániel? Jó estét kívánok! Hát nem a legalkalmasabb, de azt gondolom, hogy a megfelelő tájékoztatásért ezt az áldozatot be lehet vállalni. Nagyjából jól vizsgázott az első forróság utáni hétvége. Igazándiból nagyobb torlódásokról egész nap folyamán nem tudtuk beszámolni, legalábbis arról a szupercsúcsról, vagy a szuperdugókról, amiket egyébként ilyenkor megszokhattuk. Ez feltétlenül annak volt köszönhető, hogy a vihar miatt, vagy a rosszabbá váló időjárási helyzet miatt hamarabb elindulhattak sokan. Ettől függetlenül azért lassulások, torlódások természetesen voltak elsősorban a Lepsényi útszakaszon, valamint Martonvásár környékén, és hát az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán is még mindig azért látjuk, hogy zsúfoltak az utak, de most már olyan 10 percnél nagyobb menetidő növekedésre sehol nem kell számítani, tehát akik útnak indulnak, most már nem fognak sorba állni. És nagyon fontos elmondani, hogy a napközbeni adatok is azt mutatták, hogy fél órás volt a legnagyobb menetidő növekedés, úgyhogy még egyszer mondom, ez a szuper dugó, amit egyébként szoktunk ilyenkor tapasztalni, nem alakult ki. Viszont az utak csúszósak gyakorlatilag Ért térségétől már mindenféle éppen a fővárosig, úgyhogy azt tudjuk mindenkinek tanácsolni, hogyha autóba ül, akkor a dugókkal feltehetőleg és remélhetőleg nem fog találkozni, de nagyon körültekintően és óvatosan vezessen, mert csúsznak az utak, ráadásul többször még erős oldalszelet is érzünk. Szejcz Dánielnek köszönjük szépen!